Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindig nagy csodálkozás, amikor a Föld mélyebb rétegeiből előkerülnek töredékek, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mikor születtek ezek, hogy tudjuk kronológiába állítani. És mindig nagy sajnálata a töredékeket felfedező embernek, hogy sajnos már nem beszélhet az Alkotóval. És az a szerencsés helyzet most a miénk, hogy Hegyi Balázs ennek a kötetnek a szülőatya, hát ha szabad így fogalmazni, ahogy a görög bölcseket datálták, nemhogy már lekéstünk arról, hogy vele beszéljünk, hanem egyenesen még az akméjában van, vagyis a fénykorában Alkotó gazdagsággal. Szeretettel köszöntünk téged is, Balázs. Azt szeretném tőled megkérdezni elsőként, hogy hogyan értsük, köszönjük, hogy hogyan értsük ezt a helyzetet, hogy itt mélyebb rétegekből kerülnek elő sorra és sorra elénk a lapokon ezek a töredékek. Ahogy láttam, téged nagyon sok ember ismert, tehát téged annyira nem kell bemutatni, de talán ezt a kötetet még is. Hogy viszonyulsz te mindehhez? Milyen kezedben tartanod ezeket a verseket? Rendkívül izgulok. Nagyon köszönöm Attilának a szavait, és Endrének a bevezetőjét. Nagyon-nagyon izgulok. Ez töredékek meg, ahogy ezek előkerültek, hogy azt én a bevezetőbe írtam, hogy ugye a katonaság körül indul el az egész, és ha jól emlékszem, valami olyan mondat hangzik ott el ezzel a kapcsolatban, hogy hálás voltam nekik, és titkoltam őket. És én nagyon hosszú ideig azt gondoltam, hogy ezek soha nem fognak napvilágra kerülni. És most én vagyok úgy itt köztetek, meg hát ők már nem, mert ők már napvilágra jutottak, de én vagyok úgy itt köztetek, mint a pincebogár, aki kikerül a napfényre, és a, nem tudom én, a szerecsenek, meg a napvirágok, azok szeretnék. Kint vannak a napon, de ezek most bújnak elő, és tényleg tudattalanul zajlott a dolog. Nem volt szabad semmit a magunknál tartani, meg vinni. És hát ugye a családból, meg a baráti körből kikerülve 81 lenti, akkor az ember bekerült egy teljesen más világba. És mint egy ilyen lehántott bőrű ember, akit végighúznak a sóbányába, úgy érezte az ember magát, és valahogy nyilván a psziché próbált védekezni. És akkor egyszer csak sorok születnek, és cigarettaszünetben volt szabad megállni, és se toll, se papírot nálunk, és estente szabadultam ezektől meg, és azt kezdtem érezni, hogy ezek rendkívül segítenek rajta. Hogy ezeket tényleg mondom, mint a mantrákat, és tegnap beültünk a Platánosba, tudjátok, hol van az Erzsébet Gyulábánál, az Attilával beszéltünk, hogy miről fogunk beszélni, hát semmire nem jutottunk, hogy miről beszélünk, de ott volt erről szó, hogy ezek tényleg az ember segítségére jönnek. És akkor nyilván ezért is, tehát olyan a viszonyom velük, hogy nagyon többszörösen nehéz itt most ezzel ide előállni, mert ezek ott segítettek, ha értitek. Segíts már a kérdésekkel. Nézz rájuk, nem kell tőlük semmiben tartani. Olyan érdekes az, amit mondasz, hogy segítettek rajtad ezek a sorok. Szokás emlegetni, hogy tulajdonképpen a költészet egy haszontalan dolog, hogy a verseknek nincsen mérhető eredménye. És milyen különös dolog az, hogy egy alkotó ember mégis azt mondja, hogy valamiképpen lemérhető ebből a szempontból ennek az egésznek az értéke, hogy ha másért nem születtek meg, mint azért, hogy Balázs barátunknak a katonaságon segítsenek, akkor már nem jöttek, vagy nem születtek a világra hiába. Mégis, amikor én olvastam ezt a kötetet, nagyon gyakran futott át rajtam az az élmény, hogy én ismerem ezeket a verseket. Hogy belőlem is kimondanak egy-egy részt,
hogy a sajátjaim is lehetnének. Szerinted ez micsoda? Vagy most akkor ez kinek segít? Vagy kit mond ki? Vagy egyáltalán ez a vers, amit igyekszünk magunkban fölnevelni, amit gondozunk, amivel vajódunk, amit aztán tisztába kell tenni, amit próbálunk hízlalni, amit próbálunk megnemesíteni, egyáltalán milyen viszonyban lehetünk mi versekkel? Nagyon sok reflexió, miután kilépett ez a pincebogár, nagyon sok a visszajelzés érkezett, és talán az egyik legszebb, egy Dani nevű fiatalúj írta e-mailen, azt írta, hogy általában úgy van, hogy amikor kezébe veszi azokat a sorokat, amiknek az íróját ismeri, akkor általában annak a valakinek a hangján szólal meg ez, aki írta. Tehát egyszerűen úgy tudja olvasni, hogy színes, szinkronizált, tehát alatta. És azt mondja Dani, hogy neki most volt az első ilyen élménye, hogy ez nem történt meg. Tehát nem az én hangomat hallotta, pedig alatja előtt. Nem az én hangomat hallja, hanem maguk a versek szólalnak meg, és a benne támad tükörnek a vízfénye. Ennek a két világnak az együttes jelenléte, hogy ami rendkívül szubjektív, az egyszerre rendkívül objektív, és ennek a közös meccéspontja, vagy a legkisebb közös többszöröset bizonnyal a személyesben van. Tehát ahol valami személyesen érinthető, ott egyszerűen egymásba föloldódik az objektív meg szubjektív. Így egyrészt nekem mentálhigiénésen hasznomra vált ez, másrészt pedig miután a minden műalkotásra igaz, azt gondolom, költészettől kezdve mindenre, hogy a létük konstituálja a létüket. Tehát egyszerűen, hogy vannak, az adja az indokát, okát is egyszerre annak, hogy ők léteznek, és ez egy ilyen tautológia, és mégis így igaz, és ezért lehet, hogy a versek segítenek, mint mentálhigiénés dolog, például nekem vagy bárkinek tud, de nem feltétlen ez a rétege a fő segítsége, azt hiszem, hanem az igazi segítsége a létében van. Tehát szimplán, hogy vannak, ezzel segítenek, és nem ezt és azt segítik bennünk, hanem a létünket segítik. Ez egy nagyon érdekes. És ez az a rétege a műalkotásnak, ahol közös meccéspontban vagyunk most már itt. Tehát teljesen mindegy, hogy egy Bach hegedű versenynek a meccéspontjába ki mely dimenzióból mecci a jelenlétnek a közös pontját, minden mondom, hogy mi ez a három dimenzió. Van, aki ezt megírta, van, aki ezt előadja, és van, aki ezt hallgatja. És ez a hármas koordinátorrendszernek a középpontjába helyezkedünk mindjárt el, ha a Bach hegedű versenyének a léténél vagyunk jelen. De és azt gondolom, hogy ez a versekre is igaz, meg minden ilyesmiben. És ezért, na ez az a pillanat, ahol most már én is egy kicsit nyugodtabb vagyok, mert ez az a pillanat, ahol az ember elengedi az erezőt, és a pusztán a lét, és a létvilágában pedig ugye egyszerre vagyunk rendkívül közösek, és egyszerre rendkívül és egyszerre rendkívül ezt most nem igen. Ha jól értem, Balázs, talán arról beszélsz, hogy itt mégiscsak azt mondod, hogy a létével vívja ki a helyi értékét, hogy itt ez mégiscsak egy ilyen viszonyfogalomba tud átmenni, hogy azáltal, hogy van valami viszonyban tudok lenni, és mondod ezt a hármas meccéspontot, itt is alig, hanem viszonyokról is szó van. És hogyha jól értelek, akkor talán valami ilyesmit is jelent ez, hogy egyrészt van egy tulajdonképpeni éned, meg van egy alkotói éned, amelyek valamilyen kapcsolatban tudnak lenni egymással, és egyszerűen csak születik egy vers, ahol mintha ez a kettő összelobbanna, egymásba mosódna, mintha határok tűnnének el, mintha a különbözőség megszűnne, és aztán paradox módon
leteszed a kötetet, vagy leteszed a pennádat, és megint lesz egy alkotói éned, és lesz egy másfajta éned, akik valamilyen kapcsolatban talán vannak. Vagy ez a csapóajtó valahogyan próbálja őket összekötni. Jaj, de könnyű volt, remélnem, hogyha csak kettő nem lenne. Én azt érzem, hogy 5 millió lelkem van egyszerre, és az ember a társadalmilag megengedett lelke, az mondjuk 3,5, amit sétáltathat utcán, barátok közt már fölmehet ez kb. 8,5-ig, nem? Ha a jó Isten nekem valóban az, aki ő tényleg, akkor ő az összes egyébként meg nem valósuló az 5 millió fölül is, vel is nagyon jó kapcsolatban van, és persze az a kérdés, hogy te kiengesztelőd minden lelkeddel. Nekem van erre egy nagyon szép képem, ezt nagyon szeretem, ezt elmondom akkor is, ha sokszor halljátok, hogy nekem van egy ilyen vízióm, hogy azt hiszem az ember akkor talál haza, hogyha egyszer megtörténik az, hogy ezt az 5000 lelkét meghívja egy vacsorára, egy asztalhoz összeülteti, tehát mindegyiknek megengedi, hogy ott legyen egy, kettő. Nem fog ő szupervizionálni, tehát te most beszélgetést vezetsz itt, és nagyon jól esik, mert tartja valaki egy gyeplőt a kezébe, de hogy ott az is egy dolog, amikor azért hívod össze őket, hogy rendet rakj köztük, de az egy hasonlíthatatlan nagyobb dolog, ha mind a 10000 lelked együtt ül, és te semmit nem csinálsz, mint ülsz, és belehallgatsz. Miben? Abba, ahogy ők egymás közt beszélgetnek. És hogyha mindegyik lelkedet egyszer át tudtad ölelni, akkor nem tudom, hogy odaállt az asztal, mi lesz, amin egy valaki a családfő, és de azt hiszem, hogy valami ilyesmi. Tehát egy gyerek megkérdezte, hogy hát ez az örökkévalóság, ez a mennyország, ez unalmas dolog lesz, mert olyan sokáig fog tartani. Hát attól függ, hogy mit csinálunk, ugye? Tehát, hogyha így ülünk ennyi lelkünkkel így, és képzeljétek, én gondolom azt, hogy nektek is legalább 5 millió lelketek van. Ennek a diskurzusnak a terébe kapnak helyet, hogy visszatérjek, ennek a diskurzusnak a terébe óvatoskodnak elő szövegek. Szerintem ez csak egy buta címke, hogy azt mondjuk, hogy vers. A gyerekek is ugye verset írnak. A filozófia, ha igazán gondolkodik, akkor soha nem tudja megtenni, hogy ne képekben gondolkozzon, jól lehet igyekszik megfosztani és magát a beszéd, ezt te jobban tudod, mert a szakmát, de hogy ennek a nagyon finom libigókája, ez gyönyörűen ott billeg. Tehát nem tudom, mi van a két lelkemmel, aki lelaki a pennát. Érződik, ahogy beszélsz, hogy te szokták vacsorákon részt venni 5000 önmagaddal együtt, és úgy tűnik, ahogy a kötetet kézben tartjuk, hogy van egy pontja ennek az ívnek, amelyet befutnak ezek a versek, ami után nagyon világosan érződik, hogy megtörtén első alkalommal ez a vacsorád a lelkeiddel, és aztán megtörténik újra és újra. És mintha nagyon sajátos fényt tudna adni a soroknak is az, hogy elért az életedben téged ez az élmény. Hogy igen, tudod azt, hogy nagyon fontos ez a dialógus, hogy mindenkit oda tud ültetni magadból magad köré, és hogy ne a rendrakásról szóljon, hanem egyszerűen csak az odahallgatásról, a létében való megerősítéséről és az átöleléséről. És azt hiszem, Balázs, hogy úgy tekintünk rád, mint egy irigylésre méltó emberre abból a szempontból, hogy te mehetsz leülni a lelkeiddel. És ilyen szempontból nekünk nagy tanulság ez a kötet, de azt nagyon megkérdezünk tőled, hogy tudsz-e valamit nekünk mondani arról, hogy a kötetnek az ívében, a vers hangulatainak a változásában, a versek belső fényének a kijáradásában,
amikor ezt érezzük, hogy na itt történt valami, hogy Balázs leült a lelkével beszélgetni, hogy ezt te hogy érzed, vagy hogy látod, vagy látsz ebből valamit, vagy ez csak egyszerűen megtörtént veled? Reflektálsz-e erre egyáltalán? Én nagyon messziről és nagyon sötétből jöttem. És tulajdonképpen, amikor megtörtént ez a kiengesztelődés az összes lelkemmel, nyilván azt szabadította föl a szövegeket arra, hogy ezek közpénylaként létezhessenek. És ugye mi ismertük a Nádasi Alfonzot, a Fozi bácsit, aki a Kodálynak a lelki atyja volt. És ugye egyszer ott ülnek valahol valami bemutató Kodálynak valami gurusművét éveklik, és akkor Kodály morog, hogy nem így akartam. És akkor Fozi bácsi azt mondja, hogy ezt akkor felejtsük el, mert ha tényleg az, ami megszületik, az olyan, mint az ember gyereke. Felnő, kilöppen, és fügyül az alkotónára, mert már hogy életet él. Tehát hogy nyilván addig ragaszkodsz ezekhez, vagy addig rejted, addig állsz pincebogár módjára, amíg a kiengesztelődés is megtörtént. Azt mondod, hogy így valóban. Lehet, hogy érdemes egy-két ilyen verset nektek kifejezetten szeretnék hallani. Ugye a katonaságról beszéltem, majd szerintem meg kell cserélni, mert ez a ennek a címe lett anya, és ez volt a második, ami született ott. Kórházi ágyak idegen hűvössége, egyszerre mozgó végtagok engedelmessége. Nem emberek, csak katonák. Nem katonák, csak egyenruhák. Átható szaga. És akkor azt nem jelöltem be, de azt én azért felolvasom, hogy honnan jöttem. Igen, itt van. Az a cím, hogy öngyilkos szír felirat. Jó? Öngyilkos szír felirat. Átbillentem a küszöbön, mielőtt ajtót nyitottál. Hát, és akkor van egy pont, amit ami szerintem legjobban képviseli ezt az átmenetet, amit az Anikó olyan szépen olvasott. Azt nem tudom, hogy megtalálom, nem? Mennyi az időnk? Szerintem benne van a jelző. Hát, hogy tényleg voltak ezek a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötétben. Tehát emlékszem, egyszer ültünk egy asztalnál egy ifjú párral, akik hogy mondjam így a boldogságnak a... És amíg te nem vagy boldog, nem hiszel a boldogságban. Addig nem tudod segíteni más boldogságát, mert irigyled a másik boldogságát, addig tulajdonképpen a saját boldogtalanságodat tekinted boldog állapotnak, és bottal piszkálod a másik boldogságát, gyanakodsz. És amikor nem tudom milyen oknál fogva ezek nem befelé szűkülve zabáltak föl, hanem kifelé nyílva fényre jutnak, és egyszer csak ki tudod azt a mondatot mondani, hogy soha nem hittem, hogy létezik boldog, létezik, hogy leszek egyszer boldog, és létezik olyan boldogság, amilyen állapotban most vagyok. Tehát nem hittem a boldogságba, ugye? Akkor ott például egész más okoknál fogva, tehát ott leáll az írás és olvasás, ott mint a lentkerekes egér, szabadon futóan járnak a dolgok, és nem tudsz mit mondani, és akkor utána teljesen más miatt, teljesen más az oka, ami miatt mégis tovább írsz, vagy olvasol. És akkor utána ezek ilyen nagyon, nagyon szeliden tűz és víz egymásból. Nagyon, nagyon szeriden megvan ez.
Igen. De először, oké, cserélj szemüveget. Gyerekek, beléléptem már abba. Ez a boldog szemüveg lesz. És talán ehhez, hogy éreztük a súlyát ennek a korai versnek, és ennek a tragédiáját, vagy tragikumát, amit hordoz valaki, akiből kipottyannak ezek a sorok. És szívből örülünk annak, hogy miközben szeretgetted ebben a mély rétegben önmagadat, és fölnevelted magadban ezeket a sorokat, hogy aközben te magad rácsodálkoztál, hogy ezek a sorok fölneveltek téged. És akkor halljunk most egy olyat, jó, már ez a... Ez az átmenetet olvasom, és utána olvasok szépek videómat, vagy nem is tudom, hogy mondja, de nincsenek itt már kategóriák, tehát... De homályosan látlak titeket most. Már én nem ütközöm meg ez a címre. Már rég nem ütközöm meg, és ahogy szerettek, egyre gyengédebben hat. Ti tudjátok, hogy sokat kurszáltam, és otthonom lett a sivatag. Álltam csontszáraz szélben, a várostól távol idegen, és belül épült meg a tűz, belül épült meg tűzhelyem, a labirintusok szívében. Szépített táj, sokat tanultam hasztalan, s ha vándor vetődött erre, és árnyékomban megpihent, együtt néztük a holdat, és a bogarakat ide lent. Hát itt vagyok újra, mint a hazatért fogoly, elnézem a házatok és a fákat, és a világot előről tanulom. Izzadt tenyerem nem törlöm előletek, így ismertek, így kedveltetek. És a hajnalban a sasokkal szállok is. Délutára is még porban fürdöm a verebekkel. Ti hoztatok vissza, ti voltatok jók, a házatok és a fák, ahogy illetitek egymást, és ha estére összetelepszünk, s a csillag is kiül, arcotokon, e tájon ide lent, a lángok játszanak. És akkor elindul egy ilyen nagyon, nagyon megfoghatatlan, tényleg kérdeztem utkor valaki, hogy miért jut, vagy hogy jut az ember ide, tényleg nem tudom, tehát biztos, hogy van egy ilyen ismereti út, amit mindenkinek meg kell járni, és az emberi kapcsolatok. Tehát a rengeteg állítsuk ki, hogy egyenrangú, normális emberi kapcsolatokban átmosodjék és visszatérüljön mindaz, amit egyébként kizárólag az önismereti munkában tud az ember elvégezni, és akkor... Mint hogyha arról is szó lenne itt, hogy az első verseid, amikor kipottyantak belőled, akkor amögött egy tragikus összetöretés húzódik meg, és aztán egyszer csak történik valami, amit nem tudom, hogy el kellene neveznünk, de hogyha el kellene nevezni, talán lehet, hogy éppen kegyelemnek nevezném, hogy egyszer csak aztán történik valami, ami nem teszi szükségszerűvé ezt az utat, amit a ciklus elejé versek idéznek. Hogy ez hogy is van, Balázs? Hogy van, amikor megdolgozol és beleizzadsz, és árkos a tenyered, és elfáradtál, és kiürültél, és nem született belőle semmi, és aztán egyszer csak évtizedek után ennek a munkának valami nagyon különös gyümölcse lesz? Vagy mit gondolsz te erről? Honnan pottyannak ezek a úgymond már meghitt vacsora utáni versek? Én nem tudom, meg úgy nem nagyon foglalkoztam. Nagyon érdekes, hogy ez neked így kérdésként teszed föl. Nekem... Ezzel neked nem is kell egyébként foglalkozni. Tehát... inkább olvasok egy olyat, ami tényleg ilyen korszakok, vagy... Nagyon szeretem, és az a cél, hogy ahogy a gyerek fut. Ahogy a gyerek fut, szeleburdi öntudattal, ahogy a kamasz
lobbanással, ahogy a férfi egyre összpontosítva, ahogy delelőjén túljutva, kocogásra fogja. Ahogy a hintaszékéből ezt mind végignézi, és hibáhozó szépke a szépaklet idézi. Szóval akkor így megvan, megvan így az íve, hogy így ezt valahogy már egy, és igen, tényleg alig tudom olvasni, hogy tényleg most vagyok olyan állapotban, hogyha ma kapnám a behívót, mondjuk, és paralakban, vagy ilyen hosszúkás, fektetős alakban. Tehát, hogy innentől kezdve az, hogy egy percig él az ember, vagy 200 évig, vagy innen tényleg szinte mindegy, miközben itt kap kedvet tényleg az ember az élethez. Nekünk nem mindegy, Balázs, bocsáss meg, hogy így belevágom. Tehát eddig bizonyos értelemben minden magadról szólt, amíg saját magaddal nem jutál, tudtál bűnőre. Ezért a párbeszédek leginkább monológok voltak bizonyos olyan udvarias társadalmi térben, ahol ezek párbeszédnek látszottak. És akkor ezek egyszerűen, amint eljutsz ide, és elengeded az evezőt, és együtt vagy, onnantól kezdve baromi izgalmas a másik, hogy az ki. Az éppen hogy van, hol van, tényleg hogy van, tényleg hol van, tényleg ki. Ugye, és akkor itt az ember egy új kedvet kap. Eddig az önfeldolgozás adta a hajtóanyagot, és most pedig, mint a hordozó rakéták, amikkel végre levárnak a hordozó rakéták, és felkerülsz egy földkörüli pályára, ahol már nincs szükség rakétákra, akkor bekerülsz egy olyan térbe, ahol nem, ahol a mozgás révén tulajdonképpen a másik körül kezdesz keringőt járni, vagy hogy mondjad ezt. Talán így a beszélgetésünk vége felé szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy nem akármi, amit bárki megtesz, amikor versorokat papírra vet, és aztán befogadja egy kiadó ezt a történetet. A legmélyebb és a legintimebb világába látunk bele a versek által. És azt hiszem, hogy ha mást nem, egy kalapemelést és egy főhajtást és tiszteletet mindenképpen megérdemel. Valami. Mert vállalni... És a prépató. Nem marha. Nagy dolog. Köszönöm. Olvasol még valamit? Egy vidámat, jó? Egy vagy valamit, teljesen mást, jó? Jó, jó, jó. Az a cím, hogy én téged nagyon megszerettelek. Én téged nagyon megszerettelek. És mint a gyerek, úgy örülök neked. A csíntevők szertelenségével. És nem is akarod cikpórázra fogni. Mert nehéz volna megállni. Mint nyaraló gyerek bandának a fészeklopást. Sanyi kedvenc verse, a most. Az igazság azt mondja, egy kicsit szégyellem magam is, majd fogok gyújni. Eddig nem olvastam még ide, a mostok vagyok, nekem nagyon tetszik. Lehet, hogy végig fogom olvasni, akkor azt fogom mondani, hogy ez a vers a kedvencem. Kérdezem meg azt, hogy végig katonaság alatt születtek ezek a versek, vagy katonaság előtt is, vagy utána is születtek versek, amik ezekben benne van? Katonaság előtt születtek versek, azok is megvannak, de azt nem ajánlom senkinek. Azok ilyen... Hát... Hogy mondjam? Tehát ebben a kötetben csak azok a versek vannak, amik csak a katonaságból születtek? Ebben a kötetben már inkább vannak versek, én ezt. És hogy jön az, hogy nekiállok kirogatni, és... Hogy ez hogy működik? Igen, mi az, aki kihozott az emberből? Ezt nem tudjuk.
Ezt nem tudjuk. Tehát ezt tényleg nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Van ez a József Attilának ez a verse, amit én nagyon szeretek, hogy már réges-rég rájöttem, én két hétű vagyok, mint a béka, az ugó, heget, fenekén lapolok most, ekkor is szorongó lelke buborika. És például én azt gondolom, ha ezt archeológiába be kéne meríteni egy olyan vízbe, vagy olyan holdatba, amely ennek az archeológiáját szétbotja, akkor valószínű, hogy az a szikrasor, amelyen kipattant az egész, az az, hogy két éltű vagyok, mint a béka. Ez neki valószínű, hogy eszébe jutott borotválkozás közben, vagy nem tudom, két éltű vagyok, mint a béka, tényleg két éltű vagyok, mint a béka, és köréjen. Tehát van valami szikra vagy itt, de van olyan, ami egybe született. Például van ez a koncert partitúrája, az egy kétoldalas hosszú. Én is néztem, hogy még mindig nincs vége, ott meg az egész, mint varratlan kötő születik meg. Nem baj. Az első az, hogy mit mond ez a versnek a címért, a címének, hogy kit akar a pillanat. Miért pont ez a vers? Mert a kötetnek a címe. Mert ez a kötet címe azért. De miért pont ezt tetszett kiválasztani? Vagy nem maga választani? De sok opció volt, de ez a legpontosabb, mert ebbe benne van annak az ideje, amikor még ezt félted és nem mutatod senkinek, és benne van az, amikor már lepehet a pátyal. Ha még egyszer beinnák a találok, nem kibe elmennek? Mennék! Embertan! Embertan felsőfokon! Nem! Szerintem biztos sok kérdés volna még, amire nem tudunk válaszolni, de nagyon köszönjük, hogy megtisztelték a jelenlétükkel ezt a bemutatót, és akkor Balázs, akinek a nevében is én is szeretném megköszönni, hogy a kiadó befogadta a verseit. Itt nem messze tőlünk dedikál. Köszönjük a figyelmet. Én is köszönöm szépen még egyszer.